Szombat kora délután üresek voltak Hajdújárás utcái. Nappal nem lehet a faluban migránsokkal találkozni, a legtöbbet a vasúti sínek mentén látják. Hajdújáráson a helybéliek elmondása szerint migránsokkal vagy csak éjszaka, vagy hajnalban találkoznak, akkor is csak átvonulnak a településen. Nagy károkat okoznak a településen átvonulók, panaszolják a lakosok. Az utóbbi időben egyre többel találkoznak. 10-től akár 200 fős csoportokat is látni nap mint nap a településen, főként fiatalokat. Nagy csoportokban vannak olyan csoportok, ami csak férfiakból állnak, ilyen 20 évesekből, de vannak kisgyerekesek is. Településen belül én még nem láttam, hanem a vasúton ott tudnak batyogni, és arra felénk mondjuk rá, engem az idegesít, hogyha a lányok jönnek haza éjszaka, és ezek menet közben rengeteg van belőlük néha, úgyhogy... A településen nem sokáig tartózkodnak a menekültek, hamar tovább állnak. A Hajdújáráson főképp átvonulnak, tehát nem igazán tartózkodnak itt, rövid ideig szoktuk, és általában az esti órákban, tehát, és főképp a falunak azon a részén, tehát a vasút és az autót közötti részen, ami végül is közelebb van a határhoz, azon a részen látjuk őket. A helyiek nem tartanak a migránsoktól. Arra már volt példa, hogy vizet kértek, de arról még nem érkezett bejelentés a helyi közösségbe, hogy atrocitás történt volna Hajdújáráson.